Mi az egyik legfontosabb megkülönböztető jellemvonás a hién és az oroszlán között? Erről fogom beszélni. Meg fogod látni, ezzel elég hamar fel tudod ismerni, hogy valaki hiéna vagy oroszlán, vagy legalábbis melyikhez tartozik közelebb. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy új vállalkozás elindításában. Nagyon sok különbség van viselkedésben, gondolkodásban a hiéna és az oroszlán között. Az egyik talán legfontosabb különbség az, hogy mi szerint hozza a döntéseit, és mire mozgósítja, mire biztatja a munkatársait, a beosztottjait, az embereit, a környezetét. Az oroszlánnak egyértelműen van egy értékvezérelt, egy értékrendvezérelt gondolkodása, ami azt jelenti, hogy ha az érdeke azt szolgálja, ha nem, mindig is tartja magát a saját értékrendjéhez, attól függetlenül, hogy a környezete mit mond, mit akar, mit vár el tőle. Így például sokan nem értették, amikor én katona voltam, előfelvételis katona, vagy az esküvőmön, vagy a gyerekek születésénél, hogy miért nem vagyok hajlandó soha alkoholt inni, még akkor se, ha ilyen rendkívüli esemény van, és hogy milyen dolog ez, meg hogyan, miként. És ez nagyon fontos volt számomra a saját belső erőmbe, hogy az én döntésem, az én értékrendemet, azt nem tudja semmilyen külső erő megváltoztatni. Na, ebből látod jelentős mértékben, hogy ki az, aki oroszlán, aki nem hajlandó idomulni a környezetéhez, a belső értékrendjében legalábbis. A véleménye változhat, de az nem az értékrend. A hiénának nagyon egyszerű a dolog. Őnek nincs értékrendje, őnek érdeke van. A pillanatnyi érdek lehet ilyen, lehet olyan. És biztos láttál már ilyet, erre csomó példát lehetne hozni politikában, vállalkozásokban, minden területen, de mi a lényeg, hogy a pillanatnyi érdeke befolyásolja a döntéseit, ma így dönt, holnap úgy, és az értékrendje az igazából nem is nagyon létezik. És innen ebből adódik az, hogy hogyan bánik és mit csinál a munkatársaival. Ebből adódik például az, hogy az oroszlának egy igazi vezető, és ez a politikában is így van, meg a vállalkozásban, meg egy családban is így van, az mindenképpen egy a közérdekét szolgáló, vagy egy közös érdeket szolgáló cél vagy érték mentén mozgósítja a munkatársakat, arra bíztatja őket. A hiénának tök egyszerű a dolog, a saját személyes gazdagodása, a saját személyes, nem tudom én, hírneve, büszkesége, az, aminek mindenkit alárendel maga körül, mert már hallottál ilyet, hogy a munkatársak találmányát sajátjaként adja be, vagy mutatja be, vagy adja tovább az ő főnökének, tehát folyamatosan a saját érdekének, hogy ő jobban teljesen, ő több jutalékot kapjon, ő több legyen, annak rendeli alá, míg az oroszlánnak mindenképpen van egy felsőbb célja, felsőbb közösségi célja. És ez a hangyáknál is érdekes, mert a hangyákat úgy tudja egyébként a hiéna sakban tartani, és a sakban tartás talán jó kifejezés, hogy ígéri nekik, hogy majd te előrébb lépsz, most szarú dolgozó, de majd jobban, kicsit igyekez jobban, majd akkor előre foglak léptetni, és így tovább. Az oroszlánt inkább követni akarják, nem kell egyáltalán sakba tartani, és ez abból is látszik nyilván, hogy amikor a vezető nincs benne a cégnél, mit csinálnak a kollégák, egészen mást, vagy nagyjából ugyanazt teljesítik. És én nagyon boldog voltam akkor, hogy ha például autós cégben is el tudtam jönni úgy, hogy az alatt nem dőlt össze a cég, hanem sokszor-sokabban teljesítettek. Nyilván nem amiatt remélem, hogy eljöttem, vagy Szabin voltam. De ismerek olyat, aki elment Szabira, és gyakorlatilag harmadára felére esett a forgalma, mármint amit ő érzékelt belőle, a forgalma aztán megvolt, csak nem az ő zsebébe folyt. Szóval nagyon-nagyon különbözőek lehetnek, hiszen a munkatárs, a vezető miensége határozza meg a követőit, hiszen akik nem oda illenek, azok előbb-utóbb elmennek, vagy elmarja őket. Úgyhogy ezen gondolkozz, hogy a döntéseidet, amelyek akár a te érdekeid ellen is lehetnek, az alapján hozod meg, hogy mi az értékrended, vagy hogy mi az érdeked. Ez nagyon egyszerű dolgokban megnyilvánul. Például jön egy ügyfél, akinek garanciális, vagy bármódon vissza kell fizetni valamit, hogy ott tartod-e az adott szavadat, vagy azt mondod, hogy keresel rá egy kifogást. És ugyanez lehet munkatársaknál is. Nagyon sokszor ilyenkor szokott kiborulni a probléma, hogy az elején egy hiéna nagyon könnyen ígér mondjuk jutalékot. Amikor meg valaki elér egy magas jutalékot, akkor azt valamilyen módon lecsökkenti utólag, vagy megszünteti, vagy elküldi a munkatársat. Tehát ez az értékrend egy fontos dolog, ami megkülönbözteti a döntéseit, és ezáltal
az emberekkel való kapcsolatát. Úgyhogy ezért érdemes elgondolkoznod, és azt gondolom, hogy ha növekedni akarsz, akkor ezeken a tulajdonságaidon kell elgondolkozni, hogy mennyire, és nem az önzetlenségről van szó, tehát nem azt jelenti, hogy a te munkatársaid azok bármit megtehetnek, ha mely jó fiú vagy, mely rendes vagy. Nem, pontosan tudják, hogy mi az elvárás, tehát az oroszlánnak is vannak elvárásai, csak nem önző, vagy önös, vagy egyedi érdek szempontjából. Úgyhogy ez a gondolat, amit Maxwelltől és a hiéna oroszlán hangya modellből hoztam neked. Remélem, hogy ezen a héten sokat gondolkoztál azon, hogy hogyan tudsz te magad jobb vezetővé válni, mert az a feltétele annak, hogy föl tudjál venni és meg tudjál tartani jó munkatársakat. Egyébként, ha már itt tartunk, és sikerül eltávolítani mondjuk egy hiénát, aki elnyomta a körülötte lévő embereket, akkor nagyon-nagyon figyelj oda, mert ott nőhetnek ki akár újabb vezetők. Mi ezt megtapasztaltuk az autós cégben, és szuper emberek tudtak előbújni. És ezt most is látom más coaching és egyéb területeken, hogy ha az elnyomása megszűnik, az ember ki tud virágozni, ki tud bontakozni a tudásával, és hidd el, a legnagyobb tartalékok már most is, ha már dolgoznak 4-5-en vagy akár 50-en a cégedben, ott vannak a cégen belül, akik ismerik a kultúrát, akik ismerik a terméket, szolgáltatást, egy jó vezetővel fantasztikus eredményt tudnak elérni. Hát ez a mai gondolat. Találkozunk holnap. Ciao!